Na hát, sziasztok, és rögtön bele is hagyomáljuk is az idő. Tehát a Lean Pokerről szeretnék beszélni, ugye ez két szóból álló szó összetétel, a Lean és a Poker. Úgyhogy először beszéljünk a Leanről. Nem olyan régen készült egy statisztika arról, hogy az elkészült szoftverek és szoftver feature-öket milyen gyakran használják az emberek, és az derült ki ebből a statisztikából, hogy 45%-ok soha ever nem használja user, 19%-ot meg alig, ami egy elég megdöbbentő dologhoz, igen, már is összezavart engem, elég megdöbbentő dologhoz jön ki belőle, hogy 64%-át a feature-öknek soha, vagy csak nagyon ritkán használják a felhasználók. Ebből most gondoljunk bele, tehát 64%-át az időnknek töltetnénk ezen a szép napos, homokos tengerparton, és pont ugyanannyi hasznot termelnénk a cégünknek, mint hogyha itt ülnénk. Ez nem jó, ez nagyon rossz. És hát erre próbál meg valamiféle választ adni a Lean Startup, ugye Eric Rice-tól származó Lean Startup, ami nagyon egyszerű dolgot vesz, egyszerűen fogta a tudományos módszert, hogy ugyanis van egy gondolatunk, egy ötletünk, megcsinálunk egy kísérletet, amiből de aztán le tudjuk mérni, hogy az ötlet az jó-e. Ezt a dolgot próbáljuk csinálni, és minél gyorsabban, mert ugye minél gyorsabban tudjuk megépíteni a kísérletet, annál hamarabb tudjuk meg, hogy igen, szükség van-e a továbbiakra. Tehát a cél az alapvetően az, hogy a validált tanulást minél rövidebb idő alatt érjük el. Ez a Lean Startupnak az üzenete, minél gyorsabban jussunk el a validált tanulásig. Hogy jön ehhez a póker, ez a romlott, randa szerencsejáték? Hát alapvetően úgy jön, hogy pókerezni a robotok is tudhatnak, és ez egy nagyon jó domain, mert van benne egy kis szerencse, ugyanúgy, ahogy a üzleti életben is van szerencse, meg egy ilyen látszólag egyszerű feladat, de mégis meglehetősen komplex dolgokat lehet benne csinálni. Azért mondom, hogy egy egyszerű feladat, mert alapvetően arról szól, hogy van egy játékállapot, és nekem most fogadnom kell, akkor a robotnak semmi más dolga nincs, mint hogy erre a játékállapotra visszaad egy számot, hogy én most ennyi pénzt akarok bedobni a közösbe. Ez egy viszonylag egyszerű feladat, és akkor másik az a feladat, hogy veszünk egy csomó fejlesztőt, akik nagyon jobban vannak egymással és szeretnek fejleszteni, és ők elkezdenek robotot fejleszteni, és akkor ezeket a pókerrobotokat összeresztjük. Na de, ez még mindig nem Lean, ugye? Ez még úgy néz ki, hogy emberek fejlesztenek, aztán a fejlesztés végén kipróbáljuk a robotokat, és az ilyen, akinek a legjobb robotja van. Éppen ezért nem is így fogjuk csinálni, hanem úgy fogjuk csinálni, hogy a reggel, amikor elindul az egész, egyébként reggel 8-tól este 6-ig szokott tartani ez az esemény, reggel, amikor elindul az esemény, a robotok elkezdenek játszani, senki semmit nem kódolt, a robotok már játszanak, konkrétan foldolnak. Tehát ez a lehető legjobb stratégia, hogy a pókerben csak fordulunk, hogy biztosan nem nyerünk. Na most, ha amikor már játszanak a robotok, akkor elkezdenek az emberek kódolni, és szépen az új kódot kidiplóolják időről időre. Egyébként nagyon egyszerű a deploy, csak fel kell pusholni a kódot GitHubra, és ez azonnal deployolik Herokura, úgyhogy minden teljesen valós időben történik. És akkor itt már egy kicsivel jobb robotunk van kint productionban, akkor az már jó eséllyel többet nyer, mint eddig. Aztán még kódolunk egy kicsit, még többet nyerünk, vagy elkezdünk veszíteni. Persze az is benne van, a pakliban, hogy mások jobb robotot írtak menet közben, és ez megy egész nap. És akkor igazából az, hogy 40 másodpercenként megy le egy szitengó eleinte, a nap végére már 5 másodpercenként megy le egy szitengó, tehát eléggé pörgős a játék. És a nap végére egy ilyen szép grafikont kapunk, ahol látszik, hogy ott vannak bal oldalt a csapatok pontszámokkal. A pontszámok úgy alakulnak ki, hogy minden egyes szitengóban a legjobb robot kap 5 pontot, a második legjobb robot kap 3 pontot, az pedig ott egy relatív performancia grafikon, az gyakorlatilag a hány ponton van mínusz az átlag pontszám, és akkor abból látszik, hogy ez az öt csapat ott a végén nagyon belehúzott, a kis fekete pöttyök pedig azt mutatják, hogy mikor diplomáltak az egész csapatok. Ott látszik, hogy volt olyan, aki nagyon sokáig nagyon rosszul teljesített, szóval így alakul ki a dolog. És hát a nap végén persze nagyon jól érezzük magunkat, és tanulunk egy csomó mindent, de óránként egyszer van egy retro, ahol megbeszéljük, hogy mit tanultunk eddig. Úgyhogy nem is maradt más hátra, mint hogy megmutassam nekik egy részét annak a több száz fejlesztőnek, akik már részt vett ilyen eseményen világszerte, és hogy arra buzdítsalak benneteket, hogy szeptember 19-én gyertek el az MRCS-hoz, és vegyetek részt egy ilyen eseményen. Köszönöm szépen a figyelmet! Van kérdés? Igen.
Nekem van igazán jól teljesítő robotot, ezt tekedve már fel igazi póker oldalra. Na, az igazság az, hogy egy igazi pókerrobotot, ami úgy emberek ellen is tud nyerni, az több évig fejlesztenek. De 8 óra az igencsak kevés erre. Volt olyan, aki konkrétan úgy jött oda, hogy hihetetlen tudása volt a pókerről, és egy nagyon egyszerű és nagyon ostoba stratégiával szar rávert mindenkit, de ha leülsz az ellen a robot ellen játszani, simán elvered. Tehát, hogy 8 óra az gyakorlatilag arra elég, hogy a robotok egymást meg tudják verni. Dan North, egyszer, amikor beszélgettem vele erről a dolgról, ki ismeri Dan North-t? Igen, néhányan ismeritek, szerencsém volt vele találkozni, beszélgetni, és ő mondta azt, hogy ez igazából nem arról szól, hogy a robotok pókereznek, hanem arról, hogy robotok próbálnak kevésbé szarú pókerült játszani, mint a többi robot. Igen? Igen, ez egy teljesen jó kérdés, honnan tudjuk, hogy ott írják a kódot, nem tudjuk. Alapvetően bízunk a résztvevőkben, hogy nem csalnak, bár azért a facilitátornak van egy ilyen feladat, hogy körbejár és beszélget a csapatokkal, de ez elég hamar kiderül, hogyha valaki csalni próbál, de nem is erről szól, ugye nem az a cél, hogy nyerjünk, hanem az, hogy tanuljunk. Tehát ezt az elején mindig elmondjuk, hogy ha valaki úgy megy el innen, hogy utolsó, de tanult egy csomó mindent, akkor nyert igazán, és nem akkor, hogyha csalt és megnyerte. Igazából abban nincsen fun. Egyébként nagyon fontos, hogy nincs nyeremény, hanem a nyertes csapat meghívhatja a többi csapat egy sörre, ha gondolja. De alapvetően nincs nyeremény, és ez filozófia is, hogy ne semmiképpen se arról szól, hogy nyerni akarnak az emberek, hanem arról, hogy tanulni. Kérdés. Ja, és egyébként természetesen ezt a céges környezetbe is vittük már el, céges ilyen csapatépítésre is nagyon, nagyon bevált. Például volt olyan, ahol a product managereket is bevonták, a product managerek fölkészültek pókerből, és akkor egy ilyen nagyon intenzív csapatok alakultak ki, ahol a kóderek, azok nagyon jól együtt tudtak működni a product managerekkel, és ez abban a cégnél tökre javította utána a viszonyt a fejlesztők és a product management között. Szóval ilyesmikre is érdemes gondolni. Igen? Volt olyan a csapat, vagy volt olyan robot, ami egy ilyen nagyon kiemelkedően elverte a... Igen, egyszer volt ilyen, amikor egy olyan kolléga jött el, az, amit meséltem, hogy egy egyszerű dolgot csinált, olyan kolléga jött el, a Magyar Televíziónak a póker közvetítéseire írja azt a szoftvert, amit csinálja az overlay-eket. Hát ő egy kicsit ismerte a pókert, és mindenkit rongyelvet, de az érdekes dolog az volt, hogy a nap elején iszonyatosan le volt maradva. Ugyanis ő nem foglalkozott azzal, hogy ilyen apró lépésekkel. Ő egyből megérte a tutit. De most ez akkor nekem egy kicsit fájt, mert ez arról szól, hogy nem azért csak, hogy a lean az milyen fasz a dolog. A lean az fasz a dolog, de hogyha konkrétan van egy Steve Jobs, az lehet, hogy jobb, mint hogyha egy nagyon fasz a lean módszertanunk van. De hát Steve Jobsból nincs sok, meg ebből a sázból is csak egy van, úgyhogy egyébként ő az itt. Ez teljesen magyar kezdeményezés? Ez annyira magyar kezdeményezés, hogy ezt a teljes keretrendszert én írtam. Két év munkám van benne, és magát a formátumot is én találtam ki, tehát gyakorlatilag a Lean Poker az én vagyok. Most már egyébként van, aki más is tart Lean Pokert, Iván Nyemcsenkó nevű srác. Twitteren úgy hívják, hogy Russian on Rails. Programozó, ő az orosz és szláv nyelv területeken tartogatott mostában Lean Pokereket. Nagyon jó a kérdés, milyen platformot használunk, milyen nyelven lehet kódolni. Alapvetően ez egy microservice architektúra. Ennek az a nagyon nagy előnye, hogy ugyan én Ruby-ban írtam magát a keretrendszert, de 14 különböző nyelv közül lehet választani a robotoknak. Ebben benne van a Java, a C-Sharp, a Ruby, a JavaScript, a Python, a PHP, csak hogy néhány népszerűbbet mondjak, de például Kotlint is szupportálunk, ha esetleg valakinek ilyen perverziója van, sőt, még Perlt is. Jó, köszönöm szépen elhangzott, hogy ez az utolsó kérdés. Ha még valakinek már kérdése van, akkor itt leszek még az esemény végén. Köszönöm szépen!